Hevesen a zsúfolásig megtelt művelődési házban gyűltek össze azok, akik kíváncsiak voltak Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójának előadására. Schweitzer Sándor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szabó Zsolt a térség parlamenti képviselőjének adta át a szót, aki elmondta, hogy a magyarságnak van egy hagyományos értékrendje, amit tovább kell vinni. Nekünk most össze kell zárnunk, egybe kell tartanunk, és azt a dicsőséget, azt az értéket, amit ebben az országban megteremtettünk, és amelyik irányba most megyünk, fejlesztünk, ezt meg kell őriznünk és védenünk kell. Csak ez lehet egyedül magyar gondolat. Ha én nem itt lennék, hanem 10 lépéssel odébb vagy más országba, én akkor is így gondolkodnék, mert nekem a szívem, a lelkem, a kitartásom, a szándékom, az akaratom, a hitem, a magyar hitem, az erre kötelez. Látva a franciák és a németek problémáit, ha csak a tizede igaz, már akkor nagy a baj. Nekünk most össze kell zárni, össze kell tartani úgy, ahogy tették azt az őseink, közölte az államtitkár. Ezután Bakondi György elmondta, hogy a kérdés most az, hogy bevándorló ország leszünk vagy sem, egyszerű a kérdés és egyszerű rá a válasz is, kezdte beszédét a tábornok. Mi politikánk világos, ebben a magyar lakosság véleményét kikértük. Nemzeti konzultációkban úgy gondoljuk, hogy nagy támogatottsága van Magyarországon az illegális migráció elleni fellépésnek, a határőrizetnek és a belbiztonság garantálásának. Ez a gazdasági előrelépésünknek is egy fontos feltétele, és a lakosság mindennapi békés életének is előfeltétele. Erről szól a választási kampány. A szakértő kitért arra, hogy egy legújabb tervezet szerint 10 000 migráns telepítenének Magyarországra, amely szám hamar megnövekedne a családegyesítések miatt, ami egy visszafordíthatatlan folyamat lenne, ha bekövetkezne. Ha egyszer bejöttek, innen elküldeni nem tudjuk őket hova, hiszen Ausztria is lezárja a határait, Németország is, keletre, délre küldeni szintén nem lehet őket. Tehát ez a dolog nem következhet be, mert ez azt jelenteni, hogy súlyos milliárdokat nem a fejlesztésre, nem a magyar emberek jobb életére, bérfejlesztésre, egészségügyre, közlekedésre, infrastruktúra fejlesztésre tudnánk költeni, hanem az ő elhelyezésükre, ellátásukra, életük feltételeinek a biztosításába. Ezt mi nem szeretnénk. Nem szeretnénk a magyar kultúrát és a magyar nemzet történetét sem feladni, ezért mindent megtesz a magyar kormány annak érdekében, hogy ez ne következzen be, összegzett Bakondi György.